Köszöntöm a kedves nézőket! Sötét mezben a Vizó Pécsi VSK, fehérben a hazaiak, a Lamad Hasharon együttese. Tisztelettel köszöntöm Füzi Ákost, és azt láthatjuk, hogy elhozták a labdát a fehérmezesek. Ákos, mennyire ismertük ezt a csapatot? Euroliga mérkőzés következő fordulójáról van szó. Voltak-e információink az izraeli csapatról? Volt, két kazettát is kaptunk, egyet még szeptemberből egy felkészülés mérkőzésen, amit Törökországban Fenerbahçe ellen játszottak, azt láttuk, illetve a Wuppertalból kaptuk a múlt, tehát ez előtti fordulóból a németországi Euroliga mérkőzést, ennek a két találkozónak a felvételét láttuk. Azt tudni kell, hogy ez a csapat nem az a csapat egészen, akik ezeken a felvételeken játszottak, hisz két új játékos érkezett, az idegen légiósaikat kicserélték, a két fekete bőrű amerikai játékos helyett egy jugoszláv bedobót Jovanovic névre hallgat, illetve 9-essel a palánk alatt helyezkedik el, Branzovát igazolták. Bulgár, ugye? Bulgár, Branzovára tudni kell, közben Varbanov a góljával 2-1 rátszették. Igen, Tuvics büntetőjével volt 1-0, és itt már is felgyorsultak az események, Pehova pedig 3-2. Tehát, hogy befejezem, Branzovár valamit elkezdtem, Iványi Dalmával a 90-es évek közepén egy egyetemre jártak, tehát ismerik egymást. Ott a helyi tévé társaság a mérkőzés előtt forgatott is a két lányról egy rövidebb anyagot, és gondolom megemlítették a tudósításban. Közben Pehova fautolt. Igen, 10-essel Golan izraeli, Varbanova 15-össel, ő is bulgár idegenlévős, 9-essel Branzova bulgár, Gyurevics vagy Gurevics ukrán, Gurevics ukrán, Mauz izraeli, és majd a cserékkel később megismerkedünk, és ugye ennyi az eredmény, 2-3, tehát vezetünk egyetlen pontocskával. Tuvics, Csák, Iványi, Újvári, Pehova, a kezdőötös a Mizo Pécsi VSK-nál, egy görög és egy török játékvezető vezeti a mérkőzést. Egyetlen mondattal csak, hogy milyen volt az utatok, hiszen lerövidült ez a látogatás éppen a helyzet. Igen, az út az miatt maga rendben volt, egész addig oda nem értünk a reptére. A repülőtéren elakadtunk egy kicsit a reptéri alkalmazatok bürokratikus herce hurcája miatt, 2 órát várakoztunk, közben Újvári harcolt ki a befutásból 2 büntetődobást, és csak telefonálgatásoknak kisebb szópárbaj után tudtunk tovább utazni, és reggel 6-kor tudtuk elfoglalni a szállodai szobáinkat, és nem egészen 12 óra múlva földobták a labdát. Nem a legoptimálisabb készülődés volt ez a mérkőzésre, de a játékot tekintve ez itt az első percekben nem látszott. Az elsőt bedobta Újvári Eszter, 2 ponttal vezetünk, 2-4, ha jól számoltam. Így van. És a második is bent van, tehát itt 3 pontos vezetés, 2-5, és az első perc végén járunk. A 10-es számmal ugye Golan, ő izraeli játékos. Milyen volt a csarnok, a talaj, az látom, hogy parketta vagy ilyen műanyagszerű? Parketta, az előírás már a FIBA találkozókon, parkettán kell játszani, tehát nem lehet műanyagon játszani. Ebből az a góla látszik, az a problémánk, ami majd az első negyed és az első félben többször megmutatta csapatunk gyengébb védekezését. Nem voltunk elég határozottak, rámenősek a labdás emberek védésébe, és nagyon könnyen bejutották a trapézunkba a labdát, akár betöréssel. Bravo, Újvári Eszter! Nagyon pont erősen indult Eszter ezen a találkozón. Tehát túl sűrűn került be a labda, vagy labdavezetéssel, vagy passzal a palánkunkkal, hogy megbontották a védekezésünket, és abból könnyű gólokat dobtak. Most Dalma jó védtek, kijövetelt, most Magdi hibázik, és elmozdulási betörő játékos, és könnyű gólt kapunk. Branzova, bulgár játékos, és ezzel 6-7, tehát 1 ponttal vezetünk még mindig. Igen, amilyen könnyen dobjuk mi is a gólokat, nagyon könnyen kapjuk. Megint szép befutás Újvári részéről, és megint gólt dob. Újvári már 6 pontot dobott a 9-ből. És Golan jöhetett 4-es számmal. Gurevics az ukrán, idegen légiós, 9-essel Branzova, ugye most jól védekeztünk. Egy 3 pontos kísérlet kijön, a lepattanó pedig Iványi Dalmakint nagyon jól helyen állt. És megint egy indítás. Pehovát közben ugye fautolták, hát jó a pont is.
Igen, tehát ez a taktikai része a játékunknak, hogy gyors játékot játszunk, indítást játszunk, ez sikeres volt itt a mérkőzés elején. Ez Peóba már a második indítás gólját dobja a találkozó során. És ez is bent van. Büntetőt értékesítünk. 6-11, 5 ponttal vezetünk. Sőt, is. Sőt, a büntetővel együtt ma 12, mert bedobta a büntetőt. És megint a gyenge védekezés, behozták a labdát mélységbe, megint a centereink besegítettek a külső posztról betűrű mezőnyembernek, és így Varbanova viszonylag külön. 8-12. Igen, nagyon gyorsan estek a gólok, szóval itt nem védekeztünk, nem is fautoltunk. Újvári ismét betalál, és ez már 9. pontja, 3 pontos volt, így van, és 15-8-ra vezetünk ebben a pillanatban. Kicsit el is altatott bennünket szerintem ez a jó kezdés támadásban. A könnyen dobott gólok miatt kicsit lezserebbül védekeztünk a megszokottnál. Jöhet a fehérmezes hazai csapat. Most aki figyelt ez az alapfonói bedobást, annak feltűnhetett, hogy ez ismerős volt ez a mozgássor, hogy a szlovák válogatott a múlt heti EB középdöntőn ugyanezt a játékot játszotta. Maus 12-essel. És ez is 3 pont. És 11-15, tehát. Igen, itt látszik, nem vagyunk kontaktusban az ellenféllel, tehát nagyon könnyen kapjuk a gólokat, nem védünk, pont erről beszélgettünk Lacival a kispadon, hogy szigorítani kell a védekezésen, mert egy adott pillanatban elfogyhatnak majd a gólok, és nem sikerül ilyen. Lesz szép passz. És egy nagyszerű befejezés, Iványi 2 pontos. Igen, 11-17. 11-17. 4 perc 30 másodperccel tele ebbe a pillanatban, amikor ez az eredmény alakult. És egy fault. Tuvics. A 15-ös számú Varbanova ellen követte el a személyi válasz. Érdemes megnézni az alapfonói bedobást. Egy kicsi nagy blokka, és abból egy kijövett el. Most kicsit fölborult a mozgás. De megint egy rossz védekezés. Gurevics. Igen. Sajnos rosszul védekeztünk itt a mérkőzés elején. Nagyon könnyen megkapta a labdát, nem védtük ki a betörés, és dobójátékos kezére ütött Újvári. És Gurevics dobhat, ugye két büntető dobás van most. És Keller Anna Mária lépett a pályára. És Keller Anna Mária lépett a pályára. 11-17, most 12-17, tehát bedobta az elsőt Gurevics. Második dobás. És ez is jó, 13-17. Ők is szellősebben védekeztek, elég sok pont született az első negyedben. És változtattak a védekezéseken, beálltak egy 2-3-as védekezésben, csak szépen labdát szerzett. Igen, egy-egyre ők se voltak valami harcosak, és így ezért is adták fel az emberfogást, mert egy-egyre nem nagyon tudták védeni az embereinket. Indításokat kaptak. Most ugye azért látszik, a passzaink sorba akadnak el, Újvári Eszternek két labdája is az ellenfél kezébe, vagy lábán landolt. Kicsit a folyamatossága a játékunknak megállt. Ez egy nagyon szép bejátszás, Keller Anna Mária eléggé kisodródott, és jöhetnek a hazaiak. Élő televíziós közvetítés is van, látom. Igen, igen. És nagyon sok kamera érdeklődő. A 10-es számú Goran oldalra, 15-össel Varbanova. A lepattanónál jó a 2 pontos, Branzova is még dobhat. Újabb probléma a védőjátékunkban, mert eddig ez nem volt jellemző a mérkőzésen a csapatunkra, hogy a lepattanódakat nem szedjük le. Most Mackónak nem sikerült, és még tetészte is egy személyi hibával. Itt 15-17, és két új játékos lép a pályára a csapatunkba, a két bedobó posztra. Károly Delm is. Így van, Újvár és Csák helyett. Közben Branzova dobhatja. Ő még az egyet dobhatja. Ki is hagyja, és marad? Megint leszedik a támadó lepattanót, most Varbanova révén. És a 15-17 maradt, tehát 2 ponttal vezetünk még, és a 4-es számú. És ez is az Gurevics. Hát itt egy kicsit
megrogyott a csapatunk, azt kell, hogy mondjam. Figyelmetlenségek, kisebb fegyelmezetlenségek, bravo Dalma, ez még szép védekezés volt. Delmis van a bal oldalon. Iványi Delmis. Igen, nehezen alakítjuk ki a helyzetet. Megint és megint közben nyúltak. Így van. És most ők indulnak. Gurevics. És Mausz be is talált. 12-es Mausz talált. És vették a vezetést. Ugye 11-17-ről 18-17 arányban már a hazai Rámát Hasárolg vezet. És ilyen csak az első másodpercekben fordult elő ugye utoljára, hiszen akkor volt 2-1 a hazai csapat javára. Egy távoli dobás, és ezt is a lepattanót leszedik, majd Iványi Dalma. Követett el hibát? Igen, talán? Igen, elrejtettek a játékvezetők. Hát nem játsszuk itt jól, most azt kell mondanom. Tehát támadásban is hezitálunk, zavarodottak vagyunk, a centereink túl közel helyezkedtek el egymáshoz. És csere volt, ha jól láttam a vendégegyüttesben is. A négyes számú Gurevics ült le az ukrán. Ez már ugye bónuszban történt, és két dobás. Igen. Igen, megnézzük. Szerintem vagy Suez jött be 8-as számmal, külső játékos esetleg. És 19-17, az első büntető jó. A második kijön. Behova kimenet közben visszajött Keller helyett, végre megfogott egy védő lepattanót. Igen, Suez is labdát is szerez, rossz passz, és Suez labdát szerze. Goren, Varbanova, és megint a mélység. 21-17. Passz, és megint a... Nagyon könnyen kapjuk a gólokat, tehát itt a védőjátékunk az nem üti meg az Euroliga szintjét, a csapatunk szintjét meg semmiképp. Megint egy eladott labda. Egy eladott labda is jöhetnek a hazaiak, 10-essel Goren, Mauz. Ez lépéshiba volt, nem fújták le. Suez, Varbanova. Szerintem már lejár lassan a támadó idő, és bedobják megyünk, és 23-17. 17 éves időt kértünk, tehát 11-17, 12 pontot kaptunk zsinórba, és szerintem rádobni tudtuk a labdát az elmúlt támadások során. Itt mit mondtatok a játékosoknak, legalábbis hát látom, Laci nagyon magyarázza. Itt két dologról volt szó, először is meg kell állítani ezt a eredményromlást, ami történt. Ezt úgy próbáltuk elérni, hogy mi is beállunk majd területvédekezésre. A másik a védekezésben a keménységre fölhívni a figyelmet, hogy agresszívabban védekezni, bár a négy személy hiba birtokában ez már nehéz lesz, és a támadó játékba pontosítani a mozgás irányokat és a labda biztonságra. Most épp arról beszél Laci, hogy átfutás, keresétek Bobót mélységbe a palánk alatt. Igen, itt egy kicsit zavardottá váltunk, Dalma is magyarázza, próbálja játékos társainak fölvázolni, hogy mi történjen, és cserélünk is, tehát a szapora cserékkel próbálta Laci rendezni a sorokat. Nagyon lelkes szurkolótáborban, úgy hallottam, hogy nem voltak sokan, de ez igen, lelkesen. Egy viszonylag kis számú szurkolótábor hangulatot voltként. Csináltak. De jó, így van, síp, dob, mindenféle hangszerekkel felszerelve, és végigbuzdították a csapatukat, és megtapsolták. A szakértőek is tudják, hogy mikor kell tapsolni. Igaz, Tovics. Jó férfi kosárlabda, úgyhogy van, mint nevelkednék. Károly Andrea, három pontos dobása. Na most legalább dobással fejeztük be a támadást. Csák Magdi, rövid, és az övék a lepattanul, jöhetnek a 10-es számú Gorány révén. És csere a vendégcsapatban, 12-esen Mauz megy le. És a Jovanovics. És Jovanovics, ő ugye jugoszláv játékos. Számomra meglepő, hogy két bulgár is játszik ebben a csapatban. De mind a kettő Európában jegyzett klasszis játékos, sőt Branzova Women's NBA-be is
meghatározó ember. Most leszettünk egy védőlepattanót, tehát területvédekezésünk meghozta az első gyümölcsét. Közben az eredmény ugye 23-17, ne feledjük, 6 pontos hazai vezetés. Nem javul a támadó játékunk, egyelőre nem javul, megint egy pontatlanul kivitelezett átadás és eladott labdával végződik. Hát ebben a szakaszban ugye gyengén védekeztünk, rosszul támadtunk, nem véletlen, hogy az ellenfél 11-17-ről megfordította a mérkőzést. Jovanović 13-assal, aztán ez egy 3 pontos kísérlet, szerencsére rövid, és a miénk a labda, Tuvics. Igen, most kicsit a védőjátékunk megfogta az ellenfelet, külső dobásokra kényszerül, amik ebben a pillanatban nem mennek be, és most végre leszedjük a védőlepattanókat. A fordítani még nem is sikerült, de legalább megint egy eladott labda, és ez baj, mert ez indítás. Goren, be is fejezi. És Jovanović fejezi be 2-essel, 25-17. De épp ezt akartam mondani, legalább nem kapunk gólokat, ha csak eladott labdából nem. Károly és Pehova pedig nem tudta megszerezni a labdát, jöhetnek a hazaiak. És egy, maximum 2 perc lehet talán hátra itt a... Körülbelül, igen, ilyen másfél perc. Sajnos nem látjuk itt az órát. Én próbálom, igen, mert rossz helyen volt nézni. Elhelyezve, pont olyan sarkokban a kamera nehezen tudta fölvenni. Jovanović, ő nagyon mozgékonynak tűnik számomra a beállása óta. Na és ilyenkor jön az Isten nem ver bottal című eset, hogy gyengén játszunk, és akkor még a török játékvezető is kitalál egy ítéletet. Ezt még az izraeli játékos is meglepődve vett. A második Újvárinak a második személy hibája, és megint 2 dobás következik. Cseréltek közben a hazaiak is, Picnider révén bejött. Megérdemlem, hogy kimondjam a nevét, Szojle Mezoglu. De lehet, hogy nem jól mondtam. A török játékvezető, játék, igen. Hát, hasonló. És Mastarsis. Igen. Ez is valami hasonló görög. De nyelvtelő játékvezető, igen. Direktió. És egyszerre 2 ilyen bírva is van. Így van. Azért lejtett a pálya, úgy éreztétek? Legalábbis itt az elején. Hát. Ez egy büntető. Nem éreztük azt a nagy nyomást, amit lehetett ami, volna esetleg. Amit kint Rózsahegyen. Nem éreztük azt a nagy nyomást. A török bíró az egy kicsit ellenünk fújt, a görög az korrektul egy-két labdát talán nekünk is adott, tehát nem volt az, ami Rózsahegyen. És közben most a hazai csapat is időt kért. És itt megint a Vizó Bécsi VSK-t láthatjuk. Szerencsénkre, és azt, hogy Rádgébe látsz, hogy icipicit talán higgadtam most, bár az eredmény 27-17, tehát 10 pontos különbség. Hát itt a negyed vége. Így van, a negyed végjátékát beszéljük meg, hogy próbálunk még egy gólhelyzetig eljutni. És az első ötös vissza is jön a pályára, a Dalma, Újvári, Csák, Tuvics, Pehova. Mondom Dalma, hát. Többieknek nevezették nevét, soroltam. Nagyon rövid ideig voltatok kint, nem volt semmi probléma, gondolom én. Nem. Tehát épp, hogy odaértünk. Odaértünk a reptére, busz, mentünk a szállóra, aludtunk, ebédeltünk, jöttünk meccset játszni, visszaszálló, vacsora, aludtunk és hajnalba indultunk, tehát 25 órát töltöttünk Izraelbe. Újvári közben újabb pontot ér el. 27-18 és 27-19. Igen, Újvári kiválóan játszott támadásban az első negyedben, a 19 pontunkból 11 az ő nevéhez fűződik, dobott tempókat, 3 pontosokat, befutás gólokat büntetőből. Jovanović oldalról túldobja a gyűrűn, és az utolsó másodpercek, és itt az első negyed vége, 27-19, hát igen. Ez elég nagy különbségnek tűnik. Igen, itt a rengeteg pont a számomra meglepő, ugye ezt csak 4-gyel felszorozza az ember, az aki 100 pont fölötti eredményt
mutatna, és ez már Rózsányon is ugye 92 pontot kaptuk. Tehát mostanában úgy tűnik, mintha az idegenbeli meccseinken a mérkőzés elején nem védekeznénk elő rámenősége határozottsággal. Erre is próbáltuk itt a negyedközti szünetbe felhívni a csapat figyelmét, és azt hangsúlyoztuk, hogy csak védekezéssel lehet ezt a mérkőzést megnyerni. Csák három pontos kísérlet. Sajnos mellé szállt. Goran. Igen, és már látszik itt az első védekezés, a Dalma egész kiment messzi az irányítóra. Jobban támadjuk a labdát, mozgékonyabban vált a védekezés, Újvári szépen áttörte. És becsorog a labda a 10-es számú Goran 2 pontosával. Igen, megint 10 pont. 29-19. Továbbra is a területvédekezést választja az izraeli csapat, és ez az első negyed tükrébe érthető is. És ezt én megint mondom, hogy nem értettem. Az is volt. Újvári betört, szépen összezártak előtte, kicsit elbizonytalanodott, nem találta a paszt, és egyel többet lépett. Goran. Tizennégyessel egyéb iránt a fehéreknél Spitznieder új játékosként, ő még nem játszott itt, ez a szőkehölgy, ahogy láthatjuk, hát talál 14-essel, tehát Spitznieder oldalról jöhetnek majd a fehérmezesek. Goran Tovicshoz adja szerencsére. Iványi. És ez egy szép csárbondi. Ez a recept arra, hogyan lehet kiegyenlíteni. Jó területvédekezés, szerzett labdák, mint most Ivor Dalma, és indításgólokat dobni belőle. 29-21-re szép lett Csák indításgóljával. Most kezdik a türelmi játék a zóna ellen. Iványi, 3 pontos kísérlet, lepattanó harc, és ellenünk fújnak. Sajnos ez egy fölösleges faul volt. Kalmárnak Dóra van. Részére nem kellett volna ezt. És csere van. Igen, Goran helyett Jovanovics visszaállt. És ez egy egész pályás emberfogásos letámadás. Lassítva a támadást, nagyobb nyomást alakítani a labdás embert, hogy ne tudják olyan könnyen építeni a támadásokat. És jobb is, nehezen tudnak elszakadni. Most nem alakítottak ki semmit, és már 15 másodperc elment a támadó idejükbe. 12-essel Mauz, Jovanovics. És a lepattanok most Kalmárnak nagyon szépen szedi le. Iványi Dalma jöhet. Egyszer már bemehetne ez a hármas kísérlet Magdinak. És marad a hazaiaknál a labda. 29-21 az állás, tehát 8 pontos izraeli vezetés. Megint a letámadás. Mauz hozta föl Suez 8-assal, 14-essel Spitznieder. És labdaszerzés. Igen, azért látszik, hogy más felfogásba jött ki a csapat, és megint indítás és fault Csák Magdinti, 2 dobhatunk. Tehát másképp játszunk ezt a negyedet, mint az elsőt. A támadó játékunk az nem nagyon akar összeállni változatlanul. A védőjátékunk kezd kidomborodni, és szerzett labdákból, indításokkal próbálunk közelebb jutni az ellenfelünkhöz. Az első az nagyszerű, 29-22, Csák Magdi második dobása következik. És ez is jó, 29-23, tehát lassan, de arra szolgatunk felfele. Továbbra is a letámadás. Gurevics. Mauz. És megint egy eladott labda. És kint van. Igen, kezdenek ugye az izraeli játékosok is elbizonytalanodni. Amilyen könnyen megfordították a mérkőzést, annyira zavarba vannak most a szigorúbb emberfogásunk ellen. Iványi, gyors adogatások, Csák, egy 2 pontos, és bent van, nagyszerű volt, 29-25.
És elég régen nem dobtak kosarat most. Igen, már igen, igen. Ez azért a védekezés stabil voltát jelzi, szó ez dob, és ez viszont egy hármas. Ez 32-25. Igen, igen, ez sajnos elkerülhető lett volna talán, ha Magdi agresszívan támadja, bár elég messziről jött ez a dobás, bravo Tuvics. Kalmár nagy dobott egyébként, egy három pontos. Az első negyedben voltak nekik problémáink ott a védőpalánk alatt a lepattanó labda megszerzésével. Abban a pillanatban, hogy mind a két palánk alatt elkezdtük uralni a lepattanó labdát, egyre másra szereztük a labdákat, följavult a játékunk, egyre több labdához jutottunk, így egyre több támadásunk lehetett, és előbb-utóbb ennek át kell, hogy üssön majd itt a mérkőzésen. Kalmár nagy. Szép. Igen, és már a zóna ellen is találunk megoldásokat, jobban mennek a passzok, a centerek együttműködése jobb, és 32-27-re fölzárkózt. És hát eddig ez a negyed a mi kezünkben van egyértelműen. 12-essel Mauz oldalra, Suez. És megint egy jó védekezés, megint labdaszerzés. Zsűri azt a kicsit lejárt az idő, ugye? Ha jól láttam, azt mutatták. Valójában ez már megint indítás volt, hisz már Dalma kezébe volt a labda, kétszer le is ütötte, mikor megszólalt a Duda. Továbbra is a 2-3-as zóna védekezés. És most jó oldás, csak kettő megtalálja megoldásokat. Ezek fontos gólok voltak most itt. 32-29. Mindössze 3 pont a különbség. Jobban játszunk, szóval ez az a PVSK, akit én szeretek látni. Lehet, hogy nem annyira szemed gyönyörkedtető a játék, de látszik a harc. Igen, ez belefért ez a faut. Látszik a harc, látszik a koncentráció a védekezésben. Látszik, hogy az ellenfélnek minden egyes labdáért meg kell birkózni, és ez hozza magával a mi följavuló támadó játékunkat. Kár, hogy az első negyedben nem ez jellemezte a csapatunkat. Gorán középen, Suez, lecsorog, Ivány, mindenhol ott van, ahol kell, ahol szükséges. Újvár egy dobó és egy szép jó bejátszás. Szép. És plusz még ugye egy hiba is, ha jól láttam, tehát 32. Megint hogy indultál? 31 és mindössze egyetlen pontoska különbség, ha Tuvics bedobja ki. Ez a támadás is hogy indult, egy védőlepattanóval, az ellenfél nem tudta rendezni a zóna védekezését, és végül is egy ilyen indításból, újvári asszisztpasszából. Tuvics, aki ebben a negyedben nagyon följavult, és mind a két palánk alatt korlátlan úrmű volt. Már ez is csökkentette a különbséget, és a bedobott büntetővel... És 32-32 az állás. Hát ugye 27-19 volt. Igen. Az első negyed, azért ehhez képest nagyon feljavultunk, és most döntetlen. Itt most egy hiba, fáradnak, és egy jó... De megint miénk a védőlepattanó, megint próbálunk indulni. Megy is a labda, megint egy jó kidolgozott helyzet, befejezhette volna Magdi. Befejezhette volna betörés végén páros lábról tempódobással. Kár volt ezért az eladott labdáin. Itt a negyed felénél járhatunk. Igen, de itt már megnyugodhattunk, mert a játékképe azt kezdte sugalni, hogy kezünkben van a mérkőzés, tudjuk már a megoldást, hogy hogyan lehet megnyerni ezt a meccset. Újabb szerzett labda, Kalmár nagy szerzi, meg Tuvics védekezett jól Varbanován. Tehát nem csak az eredmény miatt, hanem a játékképe alapján is megint egy fault. Tuvics egyre nehezebben tartják a centerek, tehát a mérkőzés képe azt sugalta, hogy itt mi uraljuk a játékot. A 15-ös számú Varbanová kapott személyi hibát. És most időkérés. Izraeli oldalról, azt hiszem minden okuk megvolt itt most az idegességre. Pontosan. Hiszen ebben a negyedben ez idáig 5 pontot szereztek az izraeliek. Ellentétben ugye mi pedig 13 pontot, ha jól számolom, és ez nagyon felbillentette a mérkőzést már, ami a mi javunkat illeti. 32-32, Rád Géber Lászlót látjuk, aki higgadtan, de nagyon határozottan mondja
és azt hiszem, hogy a védekezéssel most már ő is elégedett lehet itt. Igen, most itt az oldalbedobás, vagy alapvonal bedobás játékot tisztáztuk, mert nagyon fontos lett volna gólt dobjuk, hogy át tudjuk venni a vezetést. És akkor a szokásos fogadkozás. Kalmár nagy, Újvári, Iványi, Tovics és Csák Magdolna van most bent a pályán a Mizopécsi VSK részéről. Döntetlen az állás, és mi jöhetünk. Meg is csináltuk. Szép. És a második kísérletre Tovics. Meg is játszottuk az alapfonal bedobást. Először fault volt, azt nem fújta le a bíró, utána Tovics, miután leszett a támadó lepattanót, láthatólag mellbe könyökölte az ellenfelét, azt meg a bíró elengedte. Ez egy lépés, gyanús megoldás volt. Mauz dobta rá. És a védő lepattanó. 32-34, tehát 2 ponttal itt már vezetünk. Csák Magdolna, Tovics, Kalmár nagy. Csák, 2 pontos a csorog le, kijön a gyűrűből, 12-essel Mauz szedte le, 8-assal Suez az izraelieknél, Branzova, Goran, igen, megint ezen alakítanak ki helyzetet. Igen, az időkérés utáni. Szóval nem sokat változott a játékképe, ugye? Én azt szerettem volna ezzel mondani. Végül is mi ugyanolyan keményen is jól védekezünk. Igen, és most visszaállt. Eléggé tanácstalan a fehérmezes gárda. És sokkal jobban játszunk, mint az első negyedbe. Most nem volt szerencsénk. Jovanovics jól védekeztünk, csak a védőlepatot nem tudtuk megszerezni. És ugye Kalmár nagy Dóra helyett nálunk pedig Pehova állt be. És Újvári helyett Károly is pályára lépett. És Károly 15-össel itt látható, és 2 dobás következhet. Branzova dobhat. Az első jó. 33-34. És kiegyenlítenek. 34-34. Károly, Pehova, szép a bejátszás, és itt láttuk, hogy ráütöttek a kezére Tovicsnak. Büntetők következhetnek majd. Igen, rosszul mondta az imént, Károly Csák helyett lépett pályára, most ebben a periódusban nem Újvári helyett, Újvári viszi a pályára ebben a pillanatban. Ismét vezetünk, 34-35. Értékesítette ezt a büntetőt. Ugye annyit elárulhatunk, hogy mi is most látjuk először a mérkőzést. Igen, nem láttam én sem. És 34-36. Hát, így van, Bobo ez legyen a mind a két. Ma este ezen a legnagyobb hibánk. Tehát 2 pontos Mizopécsi VSK vezetés. A 10-es Goran próbálja bűvölni a labdát. Igen, ez egy jó védekezés volt. Igen, és kizártunk. Várbanovát zárták. Most jó védekezünk. Ez butaság volt sajnos. Ez... Igen, egy picit úgy látszott, hogy Újvári ezt is elfigyelt. Ezek azok a labdák, amiket ki kéne iktatni a játékunkból, amikor kezdünk magunkhoz térni, és a védekezésünk összeállt, és vezetünk, és lehetne újabb gólokat dobni, akkor is sajnos olyan hibákat csinálunk, amik elkerülhetőek lennének. És ilyenkor megfigyeltem, hogy Laci rögtön hozzád fordul, és mindjárt valami. Hát kommentálja az eseményeket, és... ha legalábbis te tehetnél. Igen, és általában egyetértünk, és hasonló indulatokat vált ki belőlünk. Itt meg közben Goran, aki iránytól légtér az összes gólját rosszerűen a trapézon belülről, illetve a büntetőből dobta, hisz erősebb, masszívabb fizikum, mint a mi irányító játékosaink, és beállt sokszor a palánk alá pozícióba, és mint a center úgy dolgozott, és be is dobta mind a két büntetőt. És ezzel megint döntetlen, 36-36. Igen, itt az első fél időben ez gondokat okozott, pedig a videókazetták tanulmányzása során ez fault a 13-as játék Jovanovics részéről. Tehát fölhívtuk a játékosaink figyelmét, hogy
figyeljenek a pozícióba beálló irányítóra, mert veszélyes tudna lenni. És itt eléggé a vége fele járhatunk a negyednek. Másfél-két perc. Másfél-két perc a fél idő végéig. És ugye 36-36, amikor Újvári Eszter dobhatja az elsőt, megint vezetünk egy ponttal. Nem volt egy kicsit idegtépő ez a döntetlen egypontos vezetés? Aztán ott... Hát ugye az eredmény alakulás az izgalmasnak mondható, de a játék képe. A padon sokkal nyugodtabban ültünk, és Laci is higgadtabban reagálta le az eseményeket, mert így, ahogy mondod, pontosan a játék képe egész más volt, mint az első negyedben, ahol kicsit tehetetlennek tűntünk, és rosszul játszott, vagy nem labdát szerezt. Jovanovic ellenében, ez egy ügyes megoldás, Spitznieder, és szorongatott helyzetből pedig, és átvette a vezetést az izraeli együttes 38-37. És visszaálltak egy perc emberfogás, mert területvédekezésük nem jött be, ugye, most... Újvári, Tuvicsot nagyon rángatják, ott Spitznieder gyötri, majdnem letépi a trikóját, a játékvezetők pedig nem szólnak semmit. Szép támadás volt, és újabb támadó lepattanott most Martin a révén, bravo Újvári, és még szerintem fault is. Újvári nagyon agilisan játszott itt támadásban, nagyon szép gólokat talált, szép egyéni teljesítmény, és ezzel az ígyszerrel át is vettük a vezetést 38-39 arányban. Goran, Spitznieder oldalra, Jovanovic, és meg is adják, ugye a kettős? Meg sajnos, és Újvárinak ez a harmadik hibája. Egy pillanatig úgy tűnt, mint a szerzett labda lenne belőle, és ott volt a kezében. 40-39. Ami legnagyobb baj, hogy az Újvári harmadik hibája. Ez szerencsénkre rövid, bár nagyon igyekszik Jovanovic megszerezni a miénk a labda, Károly. Iványi Dalma, hosszú indítás, jól áll bele, és gyönyörű szép, három pontos, és 40-42, tehát vezetünk ismét kettő ponttal itt a félidő vége felé. Újvárnak ez a 17. pontja volt már egy fél időt, az igen szép teljesítmény. Kedves nézőknek mondanám, hogy ne menjenek messzire, mert azonnal megy a második fél idő, tehát maximum a hűvőszekrényhez egy sörér, vagy egy üdítőért, sok pihenünk nincsen. Ha vagy föl kell rakni a forralt borokat, egy hideg van, ne? Egyébként ott kint biztos, hogy jó idő volt, ugye? Olyat is olvastam, hogy a tengerben lehetett fürödni. Mi nem próbáltuk meg, de 15-20 fok volt, úgyhogy más idő volt, mint itt. Közben azt láthatjuk, hogy Suez 8-as számmal dobhat majd. Hát akár hiszed, akár mint 9-esnek láttam. 9-es? Hát, de lehet. Akkor Pranszava. Igen, a 9-es akkor ő. Igen, és az első sajnos ez a nagyobbik baj, be is dobta, 41-42. Pontosan. Valószínűleg igazad van, és a másodikat is. Igen, Pranszava. És most egyenlített, tehát 42-42. Iványi Dalma. Emberfogást játszanak továbbra is. Csák. Károlyi. Közben rendületlenül sikoltoznak a nézőtéren. Támadó lepattanó. Tuvics, szép. Kiküzdötte Tuvics. Csák. Iványi, Tuvics. Pehova. Iványival vált egy betörés. Megint támadó lepattanó. Hát most elég jól kijátszuk a 24-et, arra megy ki, gondolom a dolog, hogy egy picit tartsuk a labdát. Csináltuk a helyzetet. Szép dobás, kijött sajnos. Jó, de ezek jó jelek voltak, tehát végig nálunk volt a labda, ez a félidő végeredmény van, 42-42. Hát ugye itt nyílt a helyzet, 42-42, az első negyed a vendégeké volt, a második a miénk volt, mégpedig 15-23, tehát 8 pontos. Mizó Pécsi VSK előny volt a második negyedben, és itt a második félidő, és azt láthatjuk, hogy el is hozzuk a labdát Tuvics révén. Igen, és Újvári nem kezd, ugye, itt ez egy gondolkodás volt, hogy három személy hibával kezdjene, vagy nem. Ragyogó kezdés. Csák betalál egy három pontossal, és 42-45-re alakítjuk az eredményt ebből. A 10. másodpercben, ugye ez egy fontos
Gól. És továbbra is mi ezt az agresszív emberfogást játsszuk. Ki is védtük sok mindent most. Gurevic. És Kalmár nagy szerez labdát. Indítás, bravo. És egy gyönyörű szép is. Csák Magdolna, egy percen belül két fontos. Igen, Magdi jelentősen följavult. 42-47, 5 ponttal megyünk. Negyediben, és itt különösebben a második félidő elején nagyon jó kezdett. Branzova, 12-es, Mauz. Gorent fautolta. Kalmár nagy Dóra. Ő igen, neki ez az első hibája, vagy a második? A második volt egy támadásban egy palánk alatti lökés. Oldalról jöhetnek Goren 4-essel, Gurevic. És egy látszólag elkapkodott dobás. Hát de ez nagyon szép technika volt ez Branzova részéről, tehát ez látszik, hogy az NBA-be edződik a lány, és ott ilyen technikákkal kell érvényesülni, szép gól dobott. 3 pontos, Csák Magdi. Kijön, de miénk a lepattanó. Igen, Kalmár nagyon szépen megharcolt azért a labdáért, és gólt is dobott. Hát egyértelműen ebbe a játékelembe, a támadó lepattanó megszerzésébe az ellenfelünk fölé nőttünk. Időközben itt valaki felugrik. Hát a gyerekek nagyon. Gyerekek játszanak is nekünk itt. Élvezik, saját sót csinálnak a mérkőzésből. Gurevics többször elhagyta a labdát. Egy másodperc maradt itt erre, élénkkel emlékszem erre a jelenetre. A harmadik negyed elején járunk. Lacit érdemes lesz nézni most. Hát nem sok látszott belőle, mert kisgyerekbe integetett nekünk. Jöhetünk 44-49. Hát leülhetnének. Igen, és hát szegény Horváth Attila kollégámat sajnálom, az operatőrt, aki ugye ebben a helyzetben egyedül van, és bizony itt na, talán megunják ezt a show műsort a srácok, és egyre rosszabb a helyzet, de hát a lényeg az, hogy 44-49-re vezetünk. Volt itt egy elkülönített hely a kamerának fönt a szembe, ugye? Szembe a zsűri asztal fölött, csak nem sok hely volt, ott nem lehetett odaülni. És ez egy jó hely végül is, csak a közönség sorai között van. Branzova. Talán be egy hármas, a 47. Itt ebben a 47-49. Ugye Branzova góljai tartják a hazai csapatot, akit bizonyította, hogy miért is játszik ki a Vinisz NBA-be. Iványi át a másik oldalra. Egy de szép. Kár, ideje volt, hogy Andi is betaláljon. 47-51. Azt hiszem 3 pontos volt, hogy 52-re ugrott az eredmény. Igen, hát ott a helyszínen biztos jobban lehet látni. A játékot, kezét. Ez a mi labdán kéne, hogy legyen. Így, és közben megfordított ítélet. Hát igen, ez a török játék. Hát akkor 47-52, 5 ponttal igen. Vezetünk itt a harmadik negyed közepén, 4-essel Gurevic. Varbanova. És megint Branzova. És Branzova nagyon jó. Egy-egyre. Egy-két másodpercet itt is vissza a támadásból. És megint az ember ugye bosszankodik ezek miatt, a gólok miatt, de megint, ahogy nézi az ember a találkozót, ezek azok a gólok, amik nem játékból születnek, hanem egy kivételes játékos extra teljesítménye hozza. Ez nem csapat gólok ezek, hanem egy jó egyéni teljesítmény, ami pár percig megoldás lett, de óhatatlanul ebben fárasztja, nyírja magát ez a játék, és megint ő vállal valami egy-egyet pozícióba, próbál valamit, és előbb-utóbb el fog fáradni, és mellé fog dobni labdákat, a többiek, ez megint egy-egy. Goran. Tehát olyan gólokat kapunk, ami valójában már valahol ki vannak védve, és bemennek, beesnek. Most azon kívül, hogy beesnek, más baj nincs velük. Mondjuk ezek elég nagy problémák, mert ebben ugye csökken a különbség, és itt már szép. Na, mi meg ilyen gólokat dobunk. Ez óriási különbség, lehet látni, ugye ott egy-egyre születnek, itt meg jó mozgás, csapatjáték, jó helyzetfelismerés, és Kalmár nagy góljával 51-54-re. Tehát ezért is voltunk nyugodtak
nyugodtabbak, mint az első negyedbe. Goran, Varbanova, ez jó Gurevics. És labdát is szerzi. És már nem is nagyon indulnak vissza, ez ember előnyös támadás. Kicsit elütötték Andi kezét. Igen, ezt be is lehet befújhatták volna, három dobás, pontosan. Goran ki oldalra, és egy szép kettő pontos. 53-54, szóval nagyon fejfej mellett haladunk itt a harmadik negyed közepe fele járunk. Iványi, Csák, találkoztatok esetleg magyarokkal kint négyesek közben jól lépett. Gurevics. És ez most egy kis időkérés van, mert két elhagyott labda után az ellenfél két gyorsulás megfordított, az el is Laci rögtön reagál, Újvárit hozza vissza a külső sorba frissíteni. Nekem egy régi katonatársam. Kint dolgozik Izraelben, és most már évek óta, amikor Izraelben játszok, meglátogat bennünket, és ővel a mérkőzés előtt sikerült beszélgetni. Évfolyam társak, bocsánat, Nagy Lajos gimnáziumban is, úgyhogy régi már barát. Izraeli vonatkozásban a Hasáron milyen játékerőt képvisel? Hát jó csapat. Jó csapat. Tehát, az első a kettőben nem van. Igen, hát nevetlen játszák ők az Euroligát, ugye, tavalyi bajnokok, és igen, komoly büdzsével rendelkeznek, több helyről szedik össze a pénzüket, minden évben megjelennek a nemzetközi porondon. Tavaly a Ronchetti kupába szerepeltek, igen jó, azt hiszem négyig jutottak, idén az Euroligát játsszák, úgyhogy nem egy lebecsülendő ellenfél, biztos anyagi háttérrel, és három izraeli válogatottal, tapasztalt ukránokkal, jugoszláv, jó bulgár centerekkel, úgyhogy egy kellemetlen csapat. Iványi Dalma hozza közben a labdát, ugye időkérés után, és 55-54, tehát egy ponttal vezet az izraeli Hasáron csapat a Fehérmezben egy év iránt. Azoknak mondom, akik most kapcsolódnak be a mérkőzés nézésébe, Keller Anni Mária ellenében. Igen, görög barátunk befújta a személyi hibát. Nézzük mi alapfonai bedobásunkat. Jó az elzárás. Tuvics egyedül. Igen. És ez érdekes módon később fújták bele. Nagyon jól eljátszották ezt. De ez most nem is volt személyi hiba. Ez csak egy. Ez egy ilyen törökös ítélet volt. Igen. Itt megették a színészkedést, de hát ez a játék része. Ez beletartozik a játékba, hogy mondani szokták. Goran. Kommunikál is egyfolytában a játékvezetőkkel. Bobu szépen segített be az alapfonó betörés, és szépen szerelt dobás közben Gurevicset. Azt hiszem csere van, azért állunk egy picit a vendégeknél. Mégpedig 13-asra ugye Jovanovic jön vissza, őt elég sűrűn visszahozzák. Vagy visszahozza az edző, és itt egy Gurevics dobás, lepattanó, hosszú indítás, és egy nagyon szép befejezés, és megint mi vezetünk, 55-56, tehát egy pontos Mizopécsi VSK vezetés a harmadik negyed második harmadában. Nagyon szép indítás. Magda és Dalma már nem először játszol ezt a megoldást. Ez úgy van, hogy ezt gyakorolják, és tehát amikor Dalma megszerzi a labdát, Magda indul. Hát, ha nem is ennyire konkrétan, hogy Magda mindig aki legelenyősebb pozícióba helyezkedik. Ez egy gyönyörű szerelés, Tuvics. Ugye most Magda szerzett labdát, most nem tudta indulni értelemszerűen. Az imént előre dobták el a három pontost, ő helyezkedett legmesszebb a palánkunk alól. Ő volt legközelebb az izraeli palánkhoz, azért tudta ő elindulni. Iványi. Keller, Tuvics, Csák, Újvári Eszter, egyéni játék. Hoppa. És lépéshiba. Igen, azt lehetett látni, hogy Jovanovics követte igen. hibát. Szabálytan labdavezetést követette.
Hát most nem figyelnek az izraeliek, itt alig nem személyi hiba volt. Gurevics. Sák Magdin. Kicsit kezdenek leülni. Ramat Hasharon játékos, és sorba szerezzük a labdákat, ők nagyon nehezen, nagyon szerencsés gól most, de ezt már elég. De nincs is. Nincs is gól ráadás. Ugye szinte hihetetlen igen, volt neked is, hogy Gurevics kihagyta a négyest. Ott a meccs közben is már szentségelt, hogy mi láttam már a saját indításunkat, aztán Gurevics is mondom, hogy így dobnak ezek a gólokat, erre itt is mondom, hogy szerencsés gól, de hál' Isten mellé ment még egyszer, úgyhogy... Ez pedig egy elég furcsa szituáció, hogy akár hibátnak is lehetett volna talán igen. fújni. Tuvics Iványi érkezik. Szép kettő pontos, és ezzel 55-58, tehát 3 ponttal. Igen, az 55-54-ről megfordítottuk. Gurevics. Bravo, Nyuszti, jó védekezés volt, most kellett harcol. Jovanovics. És meg is szerzi a labdát. Igen, most összeállt a csapatunk, és jó jelek azok, mindig a kispadra nézek, amikor egy labdaszerzés van, hogy egyöntetően ugranak föl a padról, és tapsolnak, és örülnek, hogy a pályán lévők jól teljesítenek. Tehát ez a csapat egység, a morált dicséri. Szép. Ez is szép. Ez egy gólt érdemlő megmozdulás volt, de aztán be is fújják a személyi hibát. Tuvics. Dobhat és majd. Megint ugye mellé dobott cicszer után támadó lepattanóból harcoltuk ki a két dobást. Itt jól játszunk megint. Összeállt a védekezésünk, sikerült tisztázni a játékokat, hogy hogyan játszunk az emberfogás ellen, hogyan játszunk a területvédekezés ellen. Uraljuk a játékot, és egyre inkább sikerülnek a megoldásaink. Sajnos az első kimaradt, de csere volt, és Suez jött be, ha jól láttam, 8-as számmal. Igen. Második dobás, és ez már jó, tehát 55-59. Tuvics egy pontot dobott be a büntetőkből. 4 pontos Mizó Pécsi VSK vezetés, harmadik. Igen, negyed. Az ellenfelünk is próbál változtatni. Most a Suez, aki egyébként külső poszton szokott játszani, beállt a palánkkal, egy mozgékonyabb, alacsonyabb csapattal játszani, és ebben próbálják javítani a támadó játékukat, és esetleg a mi támadásainkat védeni. Csák Magdolna ellen fújtak hibát, ha játékvezetők Suez. Megint jó védekezés, és jó kizárás, igen, jó, reménytelen lett. Jól játszottunk védekezés. Brancova helyzete ezzel középen. Újvárinak maradt ugye a 3 hibája, tehát ez is egy nagy dolog, hogy nincs újabb személyi hiba. Csák, Károlyi. Csák Magdi, 3 pontos kísérlet. Goran hozza közbe. Károlyi ütött oda egy icipicit Gorannak. De most jól használtuk ki a személyi hibákat, mert épp Goren már befordult volna, hogy gól dobjon, és Andi személyi hibája megakadályozta, és újból 5-5-re védekezhetünk, és most már fejből tudjuk, hogy milyen alapformai bedobás következik. Mauz jött vissza 12-essel, ez egy rövid dobás. És kint volt a lába. És kint volt a lába. Keller, Újvári. 55-59, 4 pontos Mizó Pécsi VSK vezetés. Igen, most Dalma pihen. És már nem csak 4 harap, 6 pont. Andi, 2 pontos sáva. Hát itt látszik szép fokozatosan őrüljük fel ellenfelünket. Én azt gondolom, erőlétben is jobbak vagyunk. Igen, a mérkőzés. Tehát egyértelmű a visszaérkezés. Előtt megint elhangzott sokszor, ami általában a mérkőzéseinken elhangzik, hogy ritmus, hisz abban bízhatunk, hogy a kemény felkészülési időszak meghozza gyümölcsét ilyenkor a versenyidőszakban, és amit ott elvégeztünk munkát, ez előbb-utóbbi kamatozni fog. Szépen megjátszott. Keller! És ott a hiba. Ez szép volt, két szép befutás. Suez kapott hibát. Szépen futott be a palánk alá, magára vonta a védőket. Keller jó megérezte az üres területet. Szép játék volt. Csere a Mizó Pécsi VSK-nál visszajön Iványi Dalma Újvári helyére.
és Keller a büntető dobásoknál 55-61, mondom én, de már 62, szerencsére az első jó, 55-62. Ez hosszú, ez sajnos. Jovanovics. Hét pont, és a harmadik negyed vége fele járunk. Pontatlan a dobás, és nincs is ott senki. Igen, csak Dalma. És le is járt az idő. A harmadik negyedben, tehát az állás pillanatnyilag 7 pontos bizony Bécsi VSK vezetés, 55-62, és ebben a negyedben 13-20, tehát 7 ponttal nyertük. Dolognak tudható be, hogy ugye a mínusz 8-ról már plusz 7 az állás. Egyrészt a cserénk sokkal jobban funkcionálnak és sokkal jobban teljesítenek, mint az első negyedben, valamint a védőjátékunk határozottan följavult, hiszen most ebben a két negyedben összesen 28 pontot kaptunk, míg az első negyedben 27-et, úgyhogy azért a számok sok mindent elárulnak. És a lepattanó dominanciánk most már kezd nyomasztóvá válni, ami a mérkőzés végére 33-18 arányban nyertük meg a lepattanót, ez rengeteg, 15 lepattanó többünk volt. Károlyi. Elhoztuk közben ugye a negyedik negyedben a feldobás után a labdát, de most elvesztettük sajnos. Goran. Most három magasra, most egy újabb szerkezetváltást hajtott végre az izraeli edzőnő, hisz a 9-es Branzova, a 15-es Varbanova és a 8-os Suez három magas játékossal próbál, amire mi úgy reagáltuk, ugye, hogy Károlyt behoztuk Suez őrzésére, Varbanovát Tuvics védi tovább, és Kalmár megy védi Branzovát, tehát mi is egy viszonylag magas szerkezettel játszunk. Továbbra is embert fogunk, ugye az első negyed pár percig. Közben Branzova dobott. Igen, fáradő is, most az egy-egyei nem sikerülnek. Károlyi oldalt. Ők megint beálltak a 2-3-os területvédekezésre. Iványi, ez kettes lesz, és 55-64. Dalma nagyon jól játszott ezen a mérkőzésen, azon kívül ugye egy többször védő lepattanókat szerzett, asszisztpasszokat ott jól védekezett, támadásban is egy megfelelően pont erős volt. Szépen kivédte Gorennek a pozícióját, Kalmár Nagy is szépen harcol, jól játszunk most. Mauz 12-essel, és egy bejátszás, de nincs dobó helyzet, ebből is lehet látni, hogy is lejárt a támadó, hogy abszolút kivédekezzük a... Nagyon jó védekeztünk. Föl sem tudtak emelni, hogy dobjanak. El sem jutottak odáig. Oldalról jöhetünk majd Újvári Eszter. Iványi. Iványi Dalma középre. Tuvics 55-66 és 11 pont. Zóna ellen azokat a gólokat is megtaláljuk, amik az első negyedben nem, és 11 ponttal elhúztunk ellen. Nagyon szép paszt talált Tuvicsnak. Na most egy hiba. Igen, a 12-es Mauz 3 pont. Igen, aki ezen a mérkőzésen csak 3-asokból talált be, ez a 9. pontja volt. 58-66. Újvári. És betalál. És bent van. Hosszú szünet után ez az első gólja a második fél időbe, és 58-68-ra stabilizálja. 10 pont a különbség. Varbanova oldalra. Megint már. Mauz. És megint benn van. Hát tényleg igazad van, ez csak 3 pontos. Igen, ez a 12. pontja. És 4-3 pontos. 61-68, 7 pont a különbség a negyedik negyed harmadik percében. Újvári Eszter, ez is hármas lehetett volna, és mutatják a játékvezetők, hogy ha jól láttam, akkor a 10-es. Meglepő módon a török játékvezető fújta be. Gorent. Na, ezt a javára érjük, ez föl se tűnt. Igen, én azt hiszem. A mérkőzés közben. Ott a helyszínen jobban átéltük, hogy fúj meg ide, úgy itt elég normálisnak tűnik, és ez a labda, ez kifejezetten meglepett, hogy nekünk ott. És időkérés van. Itt mi kértünk időt? Nem, ellenfelünk. Úgy látszik, megérezte. Azt hiszem, hogy a nagyobb, több mondani való azon az oldalon van. Itt 61-68-ra vezetünk. Egy kis frissítés is belefér.
és erőnlétben is jobbak vagyunk, az egyértelműen lehet látni a koncentráció készségben, a dobásoknál. Nem dőlt el még itt a mérkőzés, azért még rengeteg idő volt vissza, 61-68-nál majd 7 perc. Tehát ez és ugye a hármasok nagyon gyorsan le tudják csökkenteni a különbséget, de azért most már ugye a második félidő nagy részében érződik, hogy az történik a pályán, amit mi akarunk, és az ellenfelünk egyre inkább ilyen extra gólokkal egyéni teljesítmény. Igen, hát elsőben magoznak ezek a három pontosai. Igen, meg a Branzova egy-egy, Gurevic eltűnt teljesen a játékból, Goren eltűnt a játékból, és hát Varbanova eltűnt a játékból, tehát itt ilyen egyéni megoldásokból születnek a gólok. Annyira azért nem jó játékosok, hogy csak ebben a meccset tudjanak nyerni. Iványi Dalma jöhet, nagy a sürgés forgásod középen, Tuvics kilépett Iványi segítségére sietve. Igen, most embert fognak. Iványi hármas kísérlet rövid, és a lepattanónál én faultot láttam. Tehát az biztos, is volt. Biztos, az is volt. Nem én döntök sajnos, Gurevics. Itt pedig befújják. Andi reklamája is szólt a játékvezetőnek, hogy ott is. Annyit még mondjunk el a kedves nézőknek, hogy a következő mérkőzés ugye 13-án csütörtökön a Lauber Dezső sportcsarnok is nagyon nagy ellenfelünk lesz. Ezt majd még megismételjük a végén is, miközben a négyes számú Gurevicset látjuk, hogy az elsőt bedobja. Igen, és csökken a különbség egyre inkább, 62-68 ezzel a büntetővel. És a második is ment van, tehát 63-68. És egyre inkább igazolódik, amit mondtál, hogy nem dölt el a meccs, mert igen, azért igen, még 5 pont a különbség. Pontosan, csak. És 6 perc. 6 perc körül idő van, tehát még a negyedik negyed felénél sem van. Megint a terület védekezésen egy kicsit elakadtunk, nehezen megy a labda, rossz mozgás, Tuvics próbál egy-egy. Szorongatott helyzetből is be is fújják a faultot, szétteszi a kezét Goran, aki azt mondja, hogy ő ezt abszolút nem érti, hogy itt mi történik. Igen, Goran az egész mérkőzés során eléggé feszült volt, ingerült, többször reklamált. Hát a játék sem ment neki annyira, igen, főleg igen, a vége. Egyébként Izraelben egy nagy sztár, és az izraeli válogatottnak egy elmúlt időszakban egy meghatározó embere volt, tehát ő azért egy név a szakmába, meg csapatkapitányként meg is teheti, hogy tiltakozik. 63-69. Így van. És mintegy 5 perc, 30 másodperc lehet hátra még a mérkőzésből, amikor Tuvics egyet bedobott ugyan, és ezzel 6 pont a különbség a Mizo Pécsi VSK javára a Hasaron ellen. Akik esetleg most kapcsolódnak be, mondanám, Euroliga mérkőzés Fehérmezben, az izraeli Hasaron csapata feketében a Mizo Pécsi VSK is 63-69-re. Közben cserélünk, vezetünk. Tuvicsot kényszerből, hiszen a negyedik személy hibáját ütötte be, Csák meg a pihenés után Károly helyett jön a pályára. Valamint Keller Manci is ott van tízessel. Branzova hátra, 12-es Mauz. És egy szép megoldás a tízes Goran. Igen, 65-69-re. Igen, itt jönnek fel, és hát már csak 4 pont a különbség, mondom én, hogy már csak. Azt hiszem, ez is fantasztikusan szép itt a negyedik negyed vége fele a mérkőzés végén, hogy vezetünk 4 pontot. Igen, Izraelben, pillanatra fölcsillant az esély a hazai csapat számára, hogy esetleg megfordíthatja a mérkőzést. És akkor mondjuk el, mert az előbb nem mondtuk el, hogy ki is lesz az ellenfelünk csütörtökön, 13-án, 18 óra Lauber Dezső sportcsarnokban, tehát itthon láthatják a lányokat, ez év utolsó Euroliga mérkőzésén. És a Pécs TV természetesen ott lesz és közvetíti a mérkőzést felvételről, aznap este még láthatják a kedves nézők, ennyit előre az információval, 65-69, és mi jöhetünk az alafonalról. És Iványi Dalma, behova van most a pályán. Igen, és egy jó szerelés. Elvállalni az egy-egyet, és ez hibás döntés volt az eladott labdájában. És bizony 2 pont a különbség. 67-69 ezzel a Goren kosár. Igen, ebben a pillanatban is megint nehézségeink támadtak. Ugye Tuvics 4 faultal ül a padon.
Na, ez egy döntő. Ez a klasszis játékos, ami ilyen. Igen, és ilyenkor elmeri vállalni a dobást, érzi, hogy mennyire fontos, és be is dobja. Tehát itt Dalma, ez ilyenkor jön, ugye, ahogy szokták mondani, hogy ezt a szívéből is dobta, nagyon akart, hogy ebből gól legyen, és nagyon nagy szükség volt rá. 67-72, megint 5 ponttal vezetünk. Károlyi körbe visszajött Újvári helyett, és Kellernek ellenítéltek közben. És ha hazaiak is cseréltek, ha jól láttam, a 13-os Jovanovics most kapta a labdát, és szabálytalanság volt. Nincs komolyabb probléma szerencsére, Andi. Még ugye emlékszünk a... Igen, rájár a Rúd elleni. Sajnos a... És ne fessük az ördöget a falra. De most ez nem volt annyi, olyan jellegű ütközés. Iványi jöhet. 4 perc a hátralevő idő a mérkőzésből. 67-72, 5 pontos pécsi vezetés. Keller megy be középre, kéri a labdát. Nagyon pehova is beindul, aztán Dalma pedig bedobja. Na, helyre kerül. 3 pontos volt. Tehát 67-75, és most már megint 8 pont. 8 hát pont. Igen, ezekkel emlékezzünk, hogy vezettünk 11 ponttal, és ez egy szép védekezés volt a pozícióban. 3-an is ott voltak a lányaink, és szinte teljesen reménytelen és volt egyébként. És technikait kapott. Reklamált a játékvezetőnél a fault miatt, és azt hiszem itt végül. Azt hiszem ő se hitte, hogy itt 3-an ilyen tisztán tudták blokkolni a palánk igen. alatt, és most akkor büntető dobások következnek. Egyet dobhat Magdi, mert mi birtokunkban volt a labda, és a pályán lévő játékos, amit itt ilyen technikai hibának, ez a szankció, egy dobás plusz labda oldalról. Nem kell ugrani. Jó is. Tehát 67-76, és akkor pont, így van. Milyen kalabda oldaldról jöhetünk. 9 pontos Mizó Pécsi VSK vezetés. Iványi Dalma. Károlyi. Közben újból emberfogás. Ugye Dalma 2-3-asa a zónára szétzilálta őket, most feladták. És találtak egy faultot a játékvezető. Varbanova nem tudta Kellert szabályozni. Hát Varbanova nagyon kedvetlenül tette fel a kezét, mint aki azt mondja, hogy nem ismeri el ezt a faultot. De ez egy olyan érdekes felugrás. Igen, pedig Varbanova a statisztikákat böngészve a csapatuk másik legjobb dobója, 15 pontos átlaga van az Euroligában. Igaz, most Branzova érkeztével kicsit háttérbe szorult. 67-77 Keller első értékesített büntetőjével, és 78. És a második is jó. 67-78. Ugye a 67-69, hogy megváltozott az eredmény. 2-3 pontos Dalma részéről, egy technikai polit megítélt gól. Jovanovics túldobja, teljesen pontatlan. Ezt indulni tudunk. Dobás, Dalma szépen Iványi. Megállítja. És most már nem kell felemelni, hogy eldobja. És itt most már nyugodtan ki lehet a 24-et játszani. Jó befutás, Károlyi visszateszés, egy nagyon szép Csák Magdolnak kivezetett 3 pontos kiset, ami ő saját maga megy. Így van, és le is szed. De hát ez megint az a dominanciánk a lepattan labdába, és az elsősorban a támadá lepattanokba érződik. Most Dalma hibázott, eladott labdája, de visszaérünk, még nincs baj. 10-essel Goran. Varbanova és a 9-es Branzova hosszú idő után szerintem igen. Valamennyire magára talál. 69-78, kicsit belopakodtak a 10 ponton belülre, tehát 9 pont a különbség, és 2,5 perc lehet hátra mérkőzés végéig. Pehova középen védő őrizetben, és Iványi Dalma. Bravo, lejáróban volt a támadó idéző, Dalmának el kellett vállalni, de ez nagyon szép 1-1 volt, és megint 11 pont, 69. Megvan a 80. pontunk, és itt befújják most Keller. Megint az a probléma, amiről beszéltünk, ugye, hogy a kis emberünket bevitték a palánk alá. Most legalább megtörtént a besegítés, egy kicsit késett Keller részéről, ezért is lett 2 dobás.
Tuvics jön be, 4 személy hibával, ne felejtsük el. Utolsó 2,5-3 percre azért, hogy stabilizáljuk az eredményt. Gurevics dob, a jó az első, 70-80, 10 pont a különbség. Gurevics második dobása következhet majd, és ez is jó, 71-80. Jó, itt egy dolog van, ilyenkor hosszú támadásokat játszani, egy-egy gólt dobni, de az se tragédia, ha nem sikerül, csak ne adjuk el a labdát, és ne kapjunk könnyű indítás gólokat, ez szép. Pehova, és ez is nagyon így szép, van, 71-82. Nem, itt is fegyelmezetten is játszunk, és itt szép látványos gólokat dobunk, de taktikailag is az ellenfél fölé nőttünk. Egybefordulás, Várbanova. És Tuvicsnak megvan az ötödik. Nem sokat töltött a pálya, kísértetesen hasonlít a rózsagyi fellépésére. Igen, igen, szegény most nem is nagyon akarja elhinni, ugye, hogy le kell mennie, hát, hiszen most jött vissza, de hát várható volt sajnos. És a játékvezetők nem engedték sokat játszani most a negyedik hiba után. Tehát Tuvicsot elvesztettük, és időkérés. Ez ellenfél ugye 2,5 perccel a vége előtt, mínusz 11-nél kikért az időt. Miről szólhat ez az időkérés az ellenfél részéről? Egyrészt, hogy lehet megfordítani ezt a mérkőzést? Letámadás, a labdaszerzéssel, gyors gólokkal, és erre próbálja Laci fölkészíteni a csapatot, meg a videókazett a tanulmányozása során láttuk, hogy több letámadó variációjuk van, és erről beszélünk. Hogy igen, éppen Pehovának mond valamit, hogy nem, nincs eladott labda. Nincs eladott labda. Ne kapd árost, nincs eladott labda. Ez csak egy... És azt hiszem, a szokásos nemzetközi nyelveken beszél itt magyarul, ugye... Igen, igen, igen. Mindenféle. Az, ami angolul. Mindig magával ragad engem az a nyelvi kavalkád. És át tud kérdés váltani, ugye? Igen, szóval igen, ez a igen másik. De hát én azt gondolom, hogy ő azért így, ahogy van, így jó ez az egész dolog. Akkor véghajrá, 2 perc, 30 másodperc a vége előtt, 71-82 és a vendég időkérés után, Tuvics kipontozódása után jöhet. Folyik tovább a mérkőzés, kedves nézők, és már is mondanám, hogy ugye 13-án a Komó csapatát fogadjuk itt a Lauberdezső sportcsarnokban, 18 órakor, közben 15-össel Várbanova első büntetője jó, és 72-82, ezzel 10 pont a különbség. És a második dobás is bent van, tehát 73-82, megint beljebb jöttek egy icipicit. Igen, és itt is hát, letámadás. Igen, Goran lép ki, most Iványit követi. De ezt két hátvéd ügyesen megoldotta, Újvár és Iványi. Most ugye labda nélküli mozgással kell segíteni. Mindig van üres ember, Csák Magdi például most. És szép. És ez egy nagyon szép. Szép. És plusz még a 2 pontoson kívül Pehova dobhat. Nagyon okosan játszik itt a csapat, ugye Dalma, Újvári ezt szépen megszervezték a letámadás elleni játékot. Magdi szépen megtalált egy betörés egy-egyet, egy jó leosztást, és Pehova szépen értékesítette. 73-80, és ugye így van. Egy dobás van még, de már is 11 pont a különbség. És ez az egy is bent van, 73-85, 12 pont. És ez idegenben én azt gondolom, hogy igen, csodálatosan nem, szép. Ilyen kevés idő van vissza, ez egy nagyon szép állás. Gurevics erőlködik itt. Aztán a lepattanó megint, ami miénk, Iványi.